Azt mondták, két hétre megyünk kukoricát törni. És sokan közülük soha nem tértek haza, hiszen az úti cél nem Bácska volt, hanem Olaszország. 1946 és 48 között több mint 170 ezer német kényszerült elhagyni Magyarországot. A magyarországi németség összességében kevesebb, mint felére csökkent. A Mánenki robotra elhurcoltak létszáma a megnyíló levéltári kutatások ellenére sem mondható meg pontosan, mondta Rozsnyai Ilona, a magyarországi németek Pécs-Baranyai nemzetiségi körének munkatársa. A szervezet 2008 óta kutatja a Mánenki robot történetét, és dokumentumfilmek segítségével mutatja meg a történéseket. 2016-ban az ő szervezésükkel indult el a Lágerjárat című vándorkiállítás is. Ami a nagy probléma, hogy egyre idősebbek és sajnos távoznak el közülünk. Nekünk szerencsénk volt, az elmúlt 3 év alatt több mint 30 interjút készítettünk, és tulajdonképpen a jövőbeni kutatásnak az alapjai lehetnek ezek a túlélő beszámolók. Hogy fekete folt, fehér folt van-e, abban van, hogy nem tudjuk megállapítani, hogy mennyi volt összesen az áldozat. Tehát, hogyha visszagondolok Kréling Dani bácsinak a szavaira, aki mondta nekem, hogy mennyi olyan emberről ők tudnak, hogy útközben meghalt, és jeltelen sírt, tehát nem is kapott sírt. Tehát nagyon igazából akkor lesz teljes a kép, hogyha az oroszok végre átadják az egész információbázist. A Bonyhádi Petőfi Gimnázium volt az elhurcoltak egyik gyűjtőhelye. Nem véletlen, hogy az iskola szívügyének tekinti, hogy a diákok hűképet kapjanak a történésekről. De cél pont az lenne, hogy valahogy kiküszöböljük ezeket a tehát ezeknek az eseményeknek az ismétlődését, a lehetőségét annak, hogy bármiféle módon egy újabb ilyen tragikus eseménysor, mint ami a 20. században itt a Völgységben, meg Európában, meg Magyarországon, meg úgy általában mindenhol lezajlott. Váci Enikő azt mondja, ma már a családokban nyíltan beszélnek arról, amiről évtizedekig hallgattak. Ez egyrészt segíti a történelmi tények feltárását, másrészt érezhetően hatással van a gyerekek gondolkodására és a téma iránti érzékenységére is.